A reggeli személy Boros Martin rendező, filmrendező, színházi rendező? Ezek, igen. Mert ugye egy filmet készítette idáig, a Nyersanyagot, ami, hát amikor én ezt megláttam, akkor azt gondoltam, hogy beszélgetni szeretnék veled. Tehát meg akarom ismerni azt az embert, aki ilyen, hát számra tűpontosan ábrázolta Magyarországot, vagy vidék Magyarországát. Így nagyon, nagyon belelkesültem a filmtől. Nekem, amikor néztem, akkor eszem jutott a Tüske a köröm alatt. Nem tudom, hogy láttad-e Sára Sándornak azt a filmjét. Nem. Cserhalmi György főszereplésével. Az is egy ilyen vidéki szituációról szól, csak még a szocializmusban, tehát amikor Debrecen mellett leköltözik egy művész oda élni, és aztán konfliktusba kerül a helyi nagyságokkal. Nagyon érdekes, Sára Sándornak tök jó filmje. És a Nyersanyagnál is azt éreztem, hogy valahol nagyon sikerült jól megtalálnod a magyar vidéket. Honnan volt az ihlet, vagy egyáltalán a tapasztalat? Annyit hozzátennék, hogy valóban ez az első nagyjátékfilmem, de jegyeztem már két rövid filmet, meg egy dokumentumfilmet, és ezt azért is teszem csak hozzá, mert annak a dokumentumfilmnek van köze a Nyersanyaghoz is, ugyanis 2017-ben én dolgoztam egy Baranya megyei apró faluban a helyi fiatalokkal, és a Nyersanyag alapszituációjához nagyon hasonló ajánlattal érkeztünk. Ez egy ilyen közösségi filmvörkshop volt. Művészek színházat csinálni? Körülbelül igen. Annyi különbséggel, hogy nem ilyen egyedül vágtunk neki mindenféle szakértelem és szakember nélkül, meg hogy ez egy hosszú távú projekt volt, ami nekünk volt akkor szerencsénk becsatlakozni, és akkor a helyi fiatalok csinálták a saját rövidfilmjeiket, és mi azt facilitáltuk, azt a folyamatot, és technikai segítséget adtunk, de valójában ők voltak a rendezők, írók, operatőrök, szereplők, és igazából már onnantól kezdve nem is a vidék Magyarországa, hanem mondjuk azon belül, vagy főleg az értelmiségnek a felelőssége, meg általában minden sérülékeny csoporttal való munkám során az értelmiségnek a felelőssége az, ami legalább annyira érdekes, mint mondjuk az adott csoport, és akkor elkezdtek izgatni ezek a kérdések, hogy mi történik egy ilyen közösséggel, hogyha hirtelen reflektorfénybe kerülnek, mi történik, hogyha vége van egy ilyen közösségi munkának, és mi történik, amikor az értelmiség, vagy mondjuk a segítőszakmában dolgozók, vagy a művészek, politikusok, újságírók, tehát mindenki, aki, nem tudom, közösségileg aktív, hazudik magának, vagy illúziókat kelt a saját munkájának a fontosságáról, a céljáról, és ezt nem is veszi észre. És ez elkezdett izgatni, és aztán ebből született később egy fikció. Az ott történtekben van hasonlóság a film jelenetek között? Tehát hasonló konfliktusba, helyzetbe kerültetek? Nem. Az egy ilyen ellentmondásos, kimenetelektől mentes munka volt szerencsére, és egy olyan dolog, ami a máig nagyon büszke vagyok rá, és nagyon, nagyon szerettem azt a munkát, de a Nyersanyagban azért olyan általános mintázatokkal foglalkozunk, amikre nagyon sokan ráismernek. Tehát ez lassan már egy klisé, hogy egy olyan feudális országban élünk, ahol hübérúri viszonyok vannak, és ez nagyon sok embernek az élménye, hogy a társadalom, a választók, az emberek csak addig fontos a hatalom, polgármester, kormány számára, ameddig szavazatot hoznak. És hogy ugyanannyira, mint amennyire hát mondjuk fentről lefelé nézve, mondjuk a országgyűlésben ülők tulajdonképpen ilyen gomnyomogató gépek sokszor, vagy hát a kormányodon evidensen, ugyanúgy mondjuk a polgármesterek ki vannak szolgáltatva a régiójukhoz tartozó országgyűlési képviselőnek, és a lakosok pedig a polgármestereknek, tehát hogy ez így gyűrőzik le egészen, és ez nagyon sokaknak egy felismerhető mintázat volt, a kizsákmányolásnak a különböző formái, meg a korrupció. Boltocskázás, tehát az a klasszikus, amikor hihetetlen uzsorakamatra vásárolhatnak a helyi kisboltban a helyi romák, vagy nem romák.
fontos. Hát vagy az ingatlanokkal való visszaélés, tehát és sokszor a polgármester munkáltatóként is tekint magára, meg tulajdonosként is, tehát hogy nagyon sokszor összefolyik ez a szerepkör, hogy közösségi vezető, vagy politikai vezető és vállalkozó. Ismerek egy települést, ahol ez pontosan így zajlik most is, tehát ahol a polgármesternek van egy vállalkozás, és a vállalkozását kap megbízásokat az önkormányzattól, hogy mondjuk tegye rendbe a falut, vagy építsen kamerarendszert, vagy történjék bármi. Igen, ilyenek vannak, és nagyon sok ilyen esetet vizsgáltunk, és nagyon sok néző fordult hozzánk az a kérdése, hogy ez az a Nógrád megyei település, vagy ez az a szabolcsi település, vagy az a Veszprém, vagy nem tudom. Hogy ugyanez van. És igen, és természetesen nem, és nem is egy konkrét eset, hanem én ezt a mintázatot hangsúlyoznám, de valójában nem egy bűnügyről, meg nem az uzsoráról szól természetesen ez a film, hanem hogyha egyáltalán hátrébb lépünk, akkor arról a mérhetetlen mértékű szakadékról, ami esélyegyelőségben kultúrához, oktatáshoz, vagy demokratikus oktatáshoz, gazdasági javakhoz való hozzáférésben mérhető a város, és mondjuk egy ilyen mély szegénységben élő falu lakói között felfoghatatlan, meg az a kiszolgáltatottság, amiben hát elsősorban vagy legesleg kézzel foghatóban gyerekek, meg mondjuk a roma kisebbség van. De hát nagyon-nagyon könnyű minden kiszolgáltatott csoporton élősködni, sőt, legszomorúbb, hogy rajtuk a legkönnyebb élősködni. Éltél vidéken, vagy csak sok falu szociológiát olvastál? Nem éltem vidéken, de dolgoztam ezen a említett baranyai településen kívül is. Egyébként a film során végzett kutatómunka alatt is, hát nem tudom, 25-30 településre mentünk el, részben azért, hogy helyszíneket keresünk, részben azért beszélgessünk emberekkel, polgármesterekkel, lakosokkal, érintettekkel, meg hát azért a kutatómunka során nagyon sok szakértőt bevontunk, miközben azért nem egy tankönyvi dráma született, szerintem azért, aki látta a filmet, az érzi ezt. Szerintem nagyon sok olyan általános dinamika is benne a filmben, ami a városban is megélhető és átélhető egyébként. Akkor, amikor lementetek a színházzal Baranyába, akkor már megpróbáltátok firtatni az értelmiség felelősét? Tehát akkor már volt egy álláspontod a magyar társadalmi viszonyokról? Hát nem azért mentünk oda, hogy moralizáljunk, vagy hogy önostorozzunk, hanem egyszerűen egy kellő érzékenységgel kell oda menni, ahol nem akarja az ember megmondani a tutit, hanem azért megy oda, hogy figyeljen, és keresse azt, hogy ő hogyan tud a leghasznosabb lenni, és a legérdekesebb, legrelevánsabb dolgot létrehozni, amiben nem az ő egója van előtérbe tolva. És ha már ennyire tud figyelni az ember, meg kíváncsisággal tud a helyi lakosok felé nézni, akkor már nagyon-nagyon nagy hibát nem követhet el, pláne hogyha tényleg nem egyedül próbál beavatkozás szándékával valamit tenni, hanem vannak kollégák, lehetőleg minél sokszínű, meg sok több felől érkező munkatárs, akik egymás támogatói és fékei tudnak lenni. Megpörgetitek a földgömböt, mint Lolka és Bolka, és ahol megállt, oda mentetek le Baranyába, vagy volt egy ilyen kiválasztott település, vagy terveztétek ezt, vagy mi alapján döntöttétek el, hogy hova mentek, miért pont Baranya, miért nem Somogy, miért nem Csongrád, miért nem Szabolcs? Most, hogyha visszamegyünk időbe, ebbe a 2017-es teljesen más céllal, az egy közösségi művészeti projekt volt. Hogyha erről beszélgetünk, akkor ott mi egy nagyon szerencsés helyzetben voltunk, mert ott már volt egy közösség, akik egyrészt onnan helyből jött az igény arra, hogy bevonjanak szociológusokat, közösségfejlesztőket és művészeket, hogy valami történjen ott helyben, és mi rácsatlakoztunk akkor már egy 3-4 éve tartó folyamatra. Hogy fogadtak benneteket? Most még mindig a 2017-es ügyről beszélünk. Mint mondtam, ők kezdeményeztek. Aha. Tehát a polgármester felesége szociális munkát tanult. Nem, egészen más, mint a nyersanyag. Ott a kezdeményezés az egy közösségfejlesztőtől szociális munkás és drámapedagógus végzettségű
helyi közösségszervezőtől jött, sokkal tudatosabb volt, és egy évekre előre terveztek. Tehát, hogy nem volt meg az a veszélyfaktor, hogy onnan a bárki művész, kutató, szociális munkás onnan kilép, és akkor ott egy ilyen összeomlás van. Tehát ott volt egy működő rendszer, amiben így megpróbáltak benneteket így integrálni, vagy egy kicsit így fejleszteni. Tehát, hogy nem sok okozott... szakember dolgozott ott, ezek ilyen stratégikusabban felépített művészet alapú kutatás projekt volt, amit a Parfórum nevű intézet kezdett el csinálni. Tehát ezért mondom, hogy ha valaki van olyan hallgató, aki látta a nyersanyagot, az biztos könnyen van. Látja, hogy ez egy egészen más helyzet, mert amit a nyersanyagban mi a forgatókönyvben megfogalmaztunk, ott egy légüres térbe érkezett három eléggé naív és idealista városi fiatal, hogy ők majd itt változást érnek el. És ez tényleg egy nagyon naív elképzelés. Mi volt a szinopszisban, amikor először kitaláltad a filmet? 2019-ben írtam le először egy fél oldalt, aztán egy oldalt, és körülbelül amikor megszületett az első pármondatos szinopszis, azután röviddel már bevontam Szántó Fanni forgatókönyvírótársamat, és az volt a szinopszisban, hogy egy budapesti filmes tábot meghívnak egy zsákfalu fiataljaival egy ilyen közösségépítő filmes workshopot tartani, és az ott tartózkodásuk során titkokra derül fény, amiből arra a következtetésre jutnak, hogy a polgármester kihasználja, félelemben tartja, elnyomja a helyeket, és erről elkezdenek egy leleplező dokumentumfilmet csinálni, közben elhanyagolva a gyerekeket. Ez a film, ez egy óriási siker lesz, kijut nemzetközi fesztiválokra, az országos média figyelmét magára vonja, és emiatt előzetesbe kerül a polgármester, ami miatt sokan elvesztik az egzisztenciájukat, a megélhetésüket, feszültséget keltenek a családok között, és egy ilyen könnyed nyári kalannak induló dolog, az végül veszélybe sodor mindenkit. Szóval az, hogy egy ilyen visszafelé elsülő aktivizmusról szól, az már a kezdetektől megvolt. A vége a filmnek el volt döntve? Érdekes, olyannyira nem, hogy amikor nyáron leforgattuk a filmnek a már 80%-át, még akkor is egy másik vég felé tartottunk, csak aztán ősszel, mert hogy kellett várni egy pár hónapot, mert télen fejeződik be a film egy másik évszakban, akkor még azt hittük, hogy egy berlini fesztiválon fog majd befejeződni a film, ahol a filmrendező Tamás karaktere ő magára hagyottan a saját szégyenétől sújtva egyedül vesz részt ezen a fesztiválon, és nem tud örülni a sikerének, mert marja a szégyenérzet belülről. De aztán rájöttünk, már amikor megnéztük egy nyers vágatát a nyári anyagnak, hogy ennek bizony a faluban kell befejeződni, és a gyerekekkel kell befejeződnie, hiszen az ő sorsuk a központi témája a filmnek. Ugye független filmről beszélünk, az mit jelent pontosan? Hogy az állam egy vasat sem ad bele, és mindenki ingyen dolgozik? Nem egészen, de közel áll a valósághoz. A független film az azt jelenti a nemzetközi szinten is, hogy nem egy stúdióhoz tartozik, vagy nem egy állami finanszírozású film, ami azt jelenti, hogy nincs benne direkt állami finanszírozás, tehát hogy nem kap a film külön forgatókönyvfejlesztésre, aztán utána gyártási előkészítésre és a forgatásra, meg utómunkára és forgalmazásra pénzt. Azért van ez a közvetlen szócska benne, mert egyébként bármi forog Magyarországon, abból egy ilyen adóvisszatérítést lehet kapni, tehát hogy ilyen formán mégis vannak benne adóforintok, de ez egy bármilyen itt forgó hollywoodi produkcióra is igaz, meg a legkisebb főiskolás filmre is. És ez azt jelenti, hogy nagyon sok szívesség, kredit van benne, hogy mondjuk szponzorációban kaptuk meg a technikát, amivel forgattunk, így arra hál' az égnek nem kellett költeni, hogy azok, akik mondjuk
mondjuk nem szívességből, vagy nem szívességből, hanem mondjuk elhivatottságból, vagy mert a saját anyaguk, hiszen a filmnek a fő alkotói azért tényleg saját gyermekükként tekintenek erre, de mondjuk azok, akiktől nem akarunk, vagy nem is tudunk ilyen szívességet kérni, mert mondjuk olyan stábtagok, akik csak a szaktudásuk miatt vannak ott, ők is mondjuk a piaci árnak egy töredékért vannak ott, meg hogy kevesebb napból forog, vagy kevesebb nap alatt forog, mint arra feltétlenül szükség lenne, illetve hogy mondjuk a helyszínek közt nincsen olyan, amiért fizetnünk kellett. Kényszerből lett független film, vagy ez volt a szándék? Nem próbálkoztatok pénzt szerezni rá? Nem volt reális. Már mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, amikor az előkészítést elkezdtük, akkor sem. Az egyedüli ilyen opció, vagy hasonló szellemiségű, témájú filmre, az ugye az inkubátor program, amit sok szerencsétlenség sújt, és egy lefele tartó spirálban van. Ugye tavaly volt az elhíresült eset, hogy az utolsó pillanatban a finishben mégiscsak visszavontak 3 filmnek a finanszírozását, tehát, hogy oda nem került be a film, de hát nem lennék azoknak a helyébe, akik már megharcolták, és kivívják a szakmai zsűrinek az elismerését, és aztán végül mégsem forgathatják le a filmüket. Akkor végül is hogy sikerült összerakni ezt az alkotást? Barátokkal? Hát a fent említett módon, meg annak hála, hogy a Filmfabrik, aki a társproducere volt a filmnek, egy filmes gyártó cég, ők hozzátettek, hát a mi költségvetésünkhöz képest egy jelentősebb összeget, meg a Stereoact, az én társulatom is részben természetben, részben anyagilag be tudott szállni. Mennyire voltál te benne, vagy mennyire ismerted a magyar filmes szakmát? Tehát volt számodra ez? Mondtad, hogy volt 2 rövidfilmed, meg egy dokumentumfilmed. Az én elsődleges identitásom a színházrendező, és ezt csinálom 11 éve, a Stereoactnak vagyok a művészeti vezetője, és most már az egy éve megnyílt Stereo Művháznak is az alapítója. És nem tanultam filmezést, úgyhogy én egy külsős vagyok azért valamennyire, és a forgatás során, meg a film készülése során gyakran találtam magamat olyan helyzetben, hogy körülöttem mindenki sokkal rutinosabb ember volt a stábban, hál' az égnek. Szóval hát leginkább ez ilyen menet közben tanulás volt, úgyhogy én nem érzem magamat a szűkebb értelembe vett film szakmának a tagjának. Nem is kerültél bele azután sem, hogy bejött, vagy kijött a nyersanyag? Hát ennek nincsen ilyen hivatalos köre, már hogyha az emberek nem, hogyha nem szakszervezetről beszélgetünk, de hát nyilván nagyon-nagyon sok filmes barátom van, és vannak további filmtervek, amik a fiókban lapulnak, azáltal, hogy elkezdtünk járni ilyen filmes workshopokra, vagy fesztiválokra, még így a készülés folyamatában, meg a forgalmazóval elkezdtünk együtt dolgozni, hát ezáltal nyilván az ember valamennyire akarva akaratlanul belekerül ebbe a körbe, de az nagyon más, amikor az ember mondjuk, nem tudom, filmes iskolába jár, meg kezdetektől ezekben a körökben forog. Azért a független filmeseknél, a független színházak néha sokkal sanyarúbb helyzetben vannak, ha megnézzük az állami támogatásokat, meg egyáltalán, hogy hogyan működnek, ti hogyan tartjátok fent a Stereoactot? Az, hogy sokkal sanyarúbb sorsban vannak, ebbe már nem is vagyok annyira biztos. Szerintem a filmben gyorsabban ment végbe az a folyamat, ami a színháznál egy mondjuk 2 évvel ezelőttig egy nagyon lassú kivéreztetés volt, aztán utána beindult, és ami addig csak ilyen vagdosás volt, aztán ilyen erősebb hátbadöféssé vált, mert tényleg az elmúlt 2 évben volt az, hogy most már tényleg megtizedelődésről beszélhetünk, hogyha a független kultúrának a támogatásáról beszélünk, és itt nem csak a színházról van szó, azért azt tegyük hozzá. Igen. Tehát azért az irodalom, képzőművészet, zene, ugyanúgy elszenvedője ennek a kultúrpolitikának, vagy annak a hiányának. Nekünk a kezdetektől, hát az én
karrierem, meg az elmúlt 13-4 évem az teljes átfedésben van az Orbán rezsimmel, szóval én már ebbe szocializálódtam, és ehhez képest kellett stratégiákat kialakítanunk, és ennek része volt az, hogy a legtöbb produkciónk, vagy a produkcióink legalább fele az nemzetközi koprodukcióban jön létre, meg az, hogy a magyar előadások is több együttműködő szervezet révén, hogy a kezdetektől nagyon odafigyelünk, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, és hogy egy ilyen nagyon könnyű szerkezetű szervezetet tartunk fent, tehát 3-an, 4-en, vagy maximum 5-en vagyunk egyszerre a csapatnak a tagjai, és mindig, amikor van egy újabb produkció, akkor alkalmi társulat alakul, és alkalmi jelleggel vonunk be művészeti, meg technikai munkatársakat, és igazából ez eléggé önazonos is azzal, ahogyan dolgozunk, nagyon különbözőek az előadásaink, tehát mindig újra lehet felrakni, vagy újra lehet rajzolni azoknak az alkotóknak a körét, az szerint, hogy éppen ez most egy helyszínspecifikus koncertszínházi előadás lesz, vagy egy dokumentarista előadás az oktatásról. Szóval ez szerint vonunk be mondjuk inkább színészeket, aha, vagy szakértőket, civileket, táncosokat, zenészeket, színészeket, vizuális művészeket. Most visszatérve egy kicsit a filmre, ugye egy elképzelt településről van szó, bár rákerestem a Magyar Narancsra, mert emlékeztem, hogy volt egy olyan település, ahol a polgármester kitalálta, hogy a romák fölzárkóztatásának a zuborka termesztés lesz. Nem egy. Szóval legalább szerintem több tucatnyi, csak nagyon kevés érte el az országos médiának az inger küszöbét. Ugye a Magyar Narancsnál találtam meg a vonatkozó cikket, a faluk, ahol a romák saját magukat húzzák ki a bajból, ezt Cservenyák Katalin írta 2014. július 6-án Tiszaszentmárról. Tiszaszentmárton volt ennek a történetnek a szereplője, egy ukrán határ melletti falu, ahol szintén jött ez az uborkás történet. Hogy találtatok meg a film helyszíneit? A film helyszínét azt részben ilyen gyártási, praktikus szempontokat kellett figyelembe venni, részben pedig esztétikai, vizuális szempontokat, és azt már a kezdetektől tudtuk, hogy ezt nem egy falu fogja majd reprezentálni a filmbéli fiktív pusztaszomajt, hanem több faluból kell összerakni. Részben azért is, hogy ne legyen belőle sértődés, és hogy mondjuk ne higgye azt egy adott település lakossága, vagy adott esetben a polgármester, hogy ez ő róluk szól, aha, és akkor így ki lehet húzni a méregfogát ennek a dolognak, hogyha ők mondjuk csak a műfázat adják hozzá, vagy ők csak az orvosi rendelőt adják hozzá. Hát először, ahogy ez így lenni szokott, pláne független filmnél, először a Google Street View-n castingoltuk a településeket, tehát virtuálisan jártunk be, hát nem tudom, 120-130 falut, és aztán utána pedig a kiválasztott 25-30-at már személyesen is felkerestük, és akkor ott a vizuális szempontok mellett, meg hogy tényleg van ott megfelelő kisbolt, megfelelő utca, a focipálya, stb. Így azon kívül beszélnünk kellett nyilván a helyi önkormányzata is, hiszen lehetetlen egy ilyen pici településen az önkormányzat megkerülésével bármit csinálni, és uh-huh, nekünk is jobb, hogyha ők partnernek tekintenek minket. És aztán végül részben a polgármesterek hajlandósága, részben pedig az határozta el, hogy legyen helyben dolgozó civil szervezet, akiknek már van egy bizalma, vagy élvezik a helyieknek a bizalmát, aha, és egyfajta híd lehetnek köztünk és a helyiek között, és ez például azon a fő helyszínnek minősülő somogyi településen a Társadalom Klinika nevű szervezet volt. Uh-huh. De volt olyan falu, ahol azt mondták, hogy köszönjük szépen, nem kérik ezt a produkciót. Hogyne. Persze, igen. Volt, ahol egy kicsit ilyen körmönfontabban megfogalmazva, de volt olyan is, ahol mondta a polgármester, hogy őszinte lesz, nem látja a politikai hasznát ebben, sőt, azt látja, hogy esetleg támadások érhetik, úgyhogy inkább nem. És amikor megérkezett a stáb, ugye 3 faluban forgattatok? Nem, 5. 5. A filmnek roma szereplői is vannak. Őket hogy találtátok? A Társadalom Klinika segített? Volt, akinek az esetében igen, de a roma és nem roma
civil szereplőket különböző casting technikákon keresztül találtuk meg. Volt, akit ismeretségi körből, barátok révén, volt, akit más közösségi projektek, műhelymunkák, tanodák, sportklubok, iskolákon keresztül, pedagógusok révén. Szóval hát ez ilyenkor egy ilyen tényleg nagyon összetett folyamat, nagyon-nagyon sok több tucatnyi emberrel kell beszélni, ahol egyszerűen mesélünk arról, hogy milyen karakterek szerepelnek a filmben, és hát ha valakinek eszébe jut valaki, akinek eszébe jut valaki. Úgyhogy a filmben látható helyieket alakító roma és nem roma szereplők között is hát számos olyan szereplő van, aki egészen más megyéből jött, vagy budapesti éppenséggel. Szerettek benneteket? Kire gondolsz? Hát mondjuk azoknak a falunak a lakói, ahol dolgoztatok? Vagy itt vannak a filmesek? A legközvetlenebb viszonyunk az azzal annak a településnek a lakóival, Somogyszentpál lakóival volt, aminek a szegregátumában több helyszínünk is volt, illetve ahonnan azok a gyerekek származnak, akik a filmben lévő műhelymunkán részt vesznek. 6 fiatal is ott született, és hát lényegében nem volt olyan család, akivel ne lettünk volna viszonyba, vagy ne kerültünk volna viszonyba, mert lehetetlen is, és fölösleges is, és nem is szerettük volna ezt megkerülni, hiszen ott vagyunk sokszor az utcán, vagy nem tudom, előfordul, hogy belátunk az udvarokra, de hát itt is az a fontos, hogy ne idegenek legyünk számukra, hanem hogyha kérdésük van, azt tehessék fel, hogyha poénkodni van kedvük, akkor ezt mi ne vegyük sértésnek, de mivel a társadalom klinika jelen volt a legtöbb esetben, így tényleg mi az ismerősök ismerősei voltunk már a kezdetektől, és ezért semmilyen feszültség nem volt szerencsére. Mit mondhatok, mi lesz ebből a filmből? Nemzetközi karrier, siker, csillagás? Miért mondanánk ki? Természetesen mindig próbáljuk a helyén kezelni, és volt olyan fiatal szereplő egyébként, aki kérdezte, hogy ettől híres lesz-e, és mondtam, hogy sokkal valószínűbb, hogy nem lesz ettől híres, és az a valószínű, hogy ezt mondjuk pár ezer vagy pár tízezer ember fogja látni, és ahhoz, hogy valaki híressé váljon, ahhoz sok filmben kell szerepelni, és nagy elérésű dolgban kell képernyőn szerepelni, és ez természetesen megértette, és belátta, hogy ez most nem egy hollywoodi karriert jelent. Tartjátok a kapcsolatot a szereplőkkel, vagy a település lakóival? Van, akivel igen, persze. Hát nyilván ilyenkor van, akivel szorosabb viszony alakul ki, van, akivel kevésbé, de abban is nagyon transzparensek voltunk az elejétől kezdve, meg hát ez látszott nyilván abból az ajánlatból, amivel jöttünk, hogy mi nem a mondjuk társadalom klinika jellegű civil szervezet vagyunk. Ez egy játékfilm, ami olyan, mint egy színjátszótábor, az emberek szerepeket játszanak, és sokan hiába van mondjuk nagy szerepük a filmben, ez nem heteken át tartó munka, hanem sokszor csak 3 vagy 4 alkalom, és a gyerekek számára ez sokszor olyan élmény volt, mint hogyha mondjuk egy nyári táborban vennének részt, ahol nem szabad azt a illúziót keltenünk, visszatérve a beszélgetésünk elejére, hogy ez egy örökké tartó kapcsolat vagy barátság lesz, vagy hogy ez a film lesz a kitörési lehetőség. Hezitáló rendező vagy? Ez nem tudom pontosan mit jelent. Hát, hogy sokat gondolkozol egy-egy döntéseden, tehát, vagy utána azt gondolod, hogy lehet, hogy ez nem így kellett volna, valaki besegít, szóval, hogy keresel a támogatókat, akik így azt mondják, hogy inkább másik irányba, mással, más szereplővel, szóval... Hát egy alkotó folyamatnak nagyon sok fázisa van, szóval én a gondos előkészítésben hiszek, abban, hogy a kutatás, meg a
meg az írási folyamat, meg a megfelelő munkatársaknak a megtalálása, az tényleg egy gondos folyamat legyen. És amikor az ember, vagy az alkotó megfelelő emberekkel van körülvéve, akikben bízik, akkor már sokkal könnyebbek ezek a döntési folyamatok. És vannak olyan pillanatok, amikor nagyon kevés idő van hezitálásra, és mondjuk egy forgatási szituációban, ami a sokkal kisebb szerete egy film készülésének, ezt nyilván mindenki tudja, mint mondjuk az utómunka, vagy az előkészítés. Egy forgatási szituációban, ahol nagy időprés alatt dolgozunk, ott nincs idő hezitálásra, de mondjuk szerencsére például a Nyersanyag esetében ezek le voltak próbálva ezek a jelenetek, voltak, amiket Budapesten próbáltunk, és színészileg be volt állítva minden, az operatőrökkel lejártuk a jeleneteket több alkalommal, pontosan tudtuk, hogy mi lesz a kameramozgás, mik lesznek a beállítások, az összes helyszínen jártunk előtte, volt egy technikai terepszemle, ahol szintén lejártuk, ott nem a szereplőkkel, hanem a stábtagjaival a jeleneteket, tudtuk, hogy honnan fogunk elindulni, hány méter, merre fordulunk aztán, hogyan kell bevilágítani, és ezért a forgatás maga, ilyen produkciós szempontból, azt tényleg egy legyártjuk azt, ami papíron már nagyon pontosan ki volt találva. És ez mondjuk hozzásegít egyrészt egy higgadt munkához, meg ahhoz is, hogy tudjunk tartani egy adott esetben nagyon-nagyon szoros tempót. A filmen nem látszik, hogy egy olyan ember csinálta, akinek korábban nem volt, vagy legalábbis nem tanult filmezést, vagy nem volt része a szakmának. Köszönöm, ez jól esik, de ez azért is van, mert mondjuk az operatőrök tapasztaltabbak, Becsei Kristóf és Bálint Dániel egyébként együtt is dolgoztak már korábban, és mindkettejüknek van komoly nagyjátékfilm a háta mögött, de ez ugyanúgy érvényes, nem tudom, a látványtervezőre, a vágóra, a hangmérnökökre, szóval, hogy ehhez az kellett, hogy legyen egy tapasztalt stáb, nem utolsó sorban nyilván a színészek, tehát hogy nem először állnak kamera előtt. 2019-ben forgott le a film? Nem, akkor került papírra az első szinopszis, 2 éve nyáron, tehát 2022-ben és 2023 elején forgott. Naplót írtál a forgatás alatt. Benne van a bívódás, a veszekedés, a hiszti, tehát általában értékelted a napot, hogy sikerült, vagy... Az, amit publikáltam, azt valójában így közvetlen azt már az utómunka során írtam le, mert egy forgatáson, ahol tényleg csak pár órákat alszunk, és mindig nagyon elő kell készülni a következő napra, ott nem lenne lehetőség ilyet megírni, de ez aki csinált már filmet, vagy a saját filmjén volt lehetősége dolgozni, azt tudja, hogy ezek olyan életre szóló élmények és impulzusok, amit azért pár hónappal később is nagyon pontosan fel tud idézni. Ugye kilátástalanság, reménytelenség, kiszolgáltatottság, azt hiszem, hogy ezek a film tanulságának... Meg nagyon-nagyon sok báj, humor, nagyon-nagyon sok csillogó szem, és egy csomó olyan életpotenciál is, ami reménységre is adhat okot. Mondtam neked itt, mielőtt elkezdtük volna a beszélgetést itt a filmről, hogy én most abszolút imádom a magyar filmet. Tehát azt látom, hogy az elmúlt pár évben számos olyan alkotás került elém, amire így azt mondtam, hogy olyan, mintha a 80-as években csinálták volna. Tehát akkor volt egy szakasz, amikor Bódik Szantusz és a többiek így előrukkoltak, és hihetetlen jó alkotásokat csináltak, és most is ugyanezt látom, hogy van 4-5-6 olyan magyar produkció, magyar film, Reisz Gábor filmjei, aztán Hajdú Szabolcs filmjei, tehát amelyek hát egyrészt hihetetlen jók, másrészt meg optimizmusra adnak okot, miközben tudjuk jól, hogy semmi ok nincs az optimizmusra filmkészítéssel kapcsolatban. De az alkotások nagyon erősek, és nagyon pontosan leképezik a magyar társadalmat, hogy akkor még ugye kilátástalanságot mondtam, meg reménytelenséget, és azt is mondtam neked, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy változhat-e a magyar vidék szerinted. Én most azt gondolom, nagyon sokat járva vidéken, meg látva az elmúlt néhány hét politikai eseményeit, hogy valami biztos, hogy fog történni ebben az országban. Itt gondolok elsősorban Magyar Péter megjelenésére.
tehát hogy elmegy vidékre, elmegy Debrecenbe, ott van 15 ezer ember, elmegy Miskolcra, Nyíregyházára, ott van 10 ezer ember. Szóval, hogy minthogyha majd lenne olyan, hogy valami változni fog. Én őszinte leszek, amikor valamilyen videós összefoglalót nézek, én a Magyar Péter beszédét azt át szoktam ugrani, és ott helyben megjelenő emberek nyilatkozatait nézem meg. Számomra sokkal fontosabb az, hogy mi az a reménycsíra, meg mik azok az új narratívek, amiket az emberek maguk képviselnek, mert én egyszerűen megmondom őszintén, hogy én irtózom az ilyen messiás váró hangulatoktól, meg embereknek a hájpolásától, a rajongásnál semmi sem állhat tőlem távolabb, viszont közben meg egyértelmű, hogy a társadalom nagy részében van egy lehet, hogy magával szembeni várakozás, a hitre vágynak, egy vágyakozás a vágyra magára, meg arra, hogy elhiggyék azt, hogy ők is részesei tudnak lenni még így a belátható időn belül egy változásnak. Úgyhogy nem véletlenül vált ilyen klisévé ez, hogy jelenségnek nevezik a Magyar Péter jelenséget, mert szerintem aki ilyen kellően reflektált, az nem, tehát hogy tudjuk, hogy a retorikai képességek borzasztóan fontosak, anélkül nem lehet valaki sikeres politikus, de az csak egy ilyen első belépő szint, és ezen kívül nagyon-nagyon sok minden másra van szükség. Nagyon-nagyon sok ember azért még kételkedik a hitelességében, és egy ember nem elég, egy csapat, meg egy párt kell, és nyilván mondjuk az tényleg egy ciklus közepén szinte irreleváns, hogy mi van, választáson dől el egy országnak a sorsa. Én megmondom őszintén, én alulról jövő kezdeményezésekben hiszek. Én olyan csoportokban, közösségekben, individumokban hiszek, akik a napi változásért tesznek, és nem azokban, akiknek hatalmi motivációik vannak. Uh-huh. Olyan emberekre is szükség van, tehát nem vagyok naív, vagy ilyen túlzottan idealista, de számomra nem azok az emberek az érdekesek, hanem az olyanok, akiket egyszer már egy interjúban a valódi árnyékkormánynak neveztem, akik például a Reménypanzió című előadásunkban szerepelnek, akik aktivisták különböző területekről, fenntarthatóság, társadalmi igazságosság, női jogok, lakhatás, inklúzió, oktatás. Egyébként legközelebb ma este látható az előadásunk a Gyurányi Házban, Reménypanzió címmel. Egyszerűen őket hallgatva, meg az ő munkájukat megértve érnek engem olyan impulzusok, ahol valódi reményt tud eltölteni, mert ők azok például, de egyébként bárkit, vagy nagyon-nagyon sok lelkiismeretes embert lehetne mondani a szociális szférában, vagy gondoskodó szakmát végző szakemberek között, akik nagyon-nagyon sokszor az árnyékban, izoláltan végzik a munkájukat nap mint nap, és tényleg ők azok a hát ilyen nagy szavakkal hétköznapi hősök, akik miatt érdemes nekünk is beletennünk a közösbe a saját munkánkat, és ami miatt elhiszem, hogy igen, így a színház is tud egy fontos pázol lenni abban, hogy a társadalmi tudatosság, meg az állampolgári felelősség az napról napra nemhogy ne rohadjon, meg lecsökkenjen, hanem erősödjön. És erősödik szerinted? Szerintem ez egy hullámzó folyamat. Tehát, hogy vannak... Én azt gondolom, hogy generációs kérdés. Én szerintem nem. Nem? De fejtsd ki. Arra gondolok, hogy és ezt a gyermekeimen tapasztalom, tehát akik ugyanezeket a dolgokat nagyon fontosnak tartják, és látom, hogy mozognak, tehát, és ha megnézem azokat a demonstrációkat, amelyeket fiatalok szerveznek, itt most nem is elsősorban az influencer tüntetésre gondolok, hanem itt a környezetvédelem
klímaváltozással kapcsolatos, vagy közösségi segítő dolgok. Tehát minap volt egy, ugye a Klubrádió ide, Klubrádió évről évre azból tartja el magát, hogy hallgatói támogatják a rádiót. És beszélgettem az egyik családtagommal, aki nem értette, úgy gondolta, hogy ez kódulás, és jött a másik családtagom, a lányom, aki azt mondta, hogy a világon ez egy teljesen bevett dolog, hogy az emberek támogatnak olyan dolgokat, amiket fontosnak tartanak, legyen az rádió, médium, színház, közösség, stb. Hát, hogy majd biztos ki fog szép lassan meghal az a generáció, akik számára ez ilyen értetetlen dolog lesz. Azért gondoltam itt generációra. Igen, hát attól függ, hogy miről beszélünk, hogy mondjuk a szólásszabadságnak az alapvető elidegeníthetetlen joga mennyire van mondjuk internalizálva valakiben, az nyilván ott van egy generációs kérdés, de mondjuk az, hogy a szolidaritás kérdésében például nem hiszem, hogy ez egy generációs kérdés lenne, de mondjuk most a héten mutattuk be a Miután felmondtam, miután maradtam című előadásunkat, egy dokumentarista előadás civil szereplők részvételével, ami a magyar közoktatásról szól, és az abban részt vevő pedagógusok annyira megható, nagyon-nagyon érdekes történeteket meséltek arról, hogy a diákjaik mennyire éretten, mennyire felelős állampolgárként, mennyire kíváncsian, nyitottan beszélgetnek a közoktatás válságáról, hogy mindenkinek van véleménye, látszik, hogy ezek nagyon sokszor nem otthonról hozott vélemények, hanem próbálják kialakítani a saját álláspontjukat, és hogy igenis politikus ez a 13, 14 és 18 közötti generáció is, és nagyon-nagyon éhesek az információra, megérteni embereknek, a saját tanáraiknak a motivációit, a szüleiknek az álláspontját, és szeretnének cselekvő állampolgárok lenni. Miközben a szülők nem tartják fontosnak, tehát látod, hogy Én nem mernék általánosítani azért. Akkor csak azt nézzük meg, hogy akkor, amikor közoktatással kapcsolatos demonstrációban, akkor kint vannak gyerekek, egyetemisták, vagy igen, vagy nem, szülők meglehetősen kis számban, tehát miközben a közoktatás és valóban az oktatás válsága az mindenki számára ez egy csőd. Tehát, de leginkább az, hogy ez az, a gyerekek ismerik föl, és a szülők nem tesznek ellene. Érzem én. Én tudom, hogy biztosan van sok pedagógus, aki azt érzi, hogy a társadalom nem állt melléjük, és biztos, igen, hogy joggal érzi azt, mert lehetett volna egy sokkal nagyobb össztársadalmi szolidaritás és össztársadalmi sztrájk például, és szerintem is megérdemelt volna ez a mozgalom jóval radikálisabb kiállást. De abban is biztos vagyok, hogy sok ember van, aki fél, aki nem meri vállalni a véleményét, vagy aki egyszerűen hite hagyott, és nem hiszi azt, hogy mondjuk egy sztrájk, mondjuk középiskolában egy sztrájk az célra vezető, hiszen nem éri el a médiának, vagy a döntéshozóknak az ingerküszöbét az, hogy néhány 17 éves most otthon marad, vagy iskolában van, hiszen ő rájuk nem kell vigyázni. Mm-hmm. Nem ez fáj a legjobban, és ugye a sztrájknak például az a lényege, hogy fájjon, és megérezze a hatalom azt, hogy most valami iparág leáll. Nem gondolkoztál azon, hogy el kéne hagyni az országot? Ez egy iszonyatosan nehéz kérdés, és a generációmból, meg a közvetlen környezetemből nagyon sok embert napi szinten foglalkoztat ez a kérdés. Szerintem általánosnak mondható az a dilemma, hogy egyfelől van egy elvágyódás, meg egy arra való igény, hogy ne szűküljön be a saját személyes szabadságunk, vagy a gondolatunknak a szabadsága, meg az, hogy méltóbb körülmények között, vagy nagyobb megbecsülés mellett dolgozzunk, hogy az a befektetett energia az visszajön valahogyan, miközben ez hadakozik azzal, hogy alapvetően itthon érzem én magamat a leghasznosabbnak, és itthon érzem azt, hogy tényleg a saját környezetem, a saját közegemhez tudok a legrelevánsabban szólni, de ez nem így lenne, hogyha mondjuk az időm egyharmadát felét nem valami nemzetközi arénában töltöttem volna az elmúlt 10 évben. Úgyhogy ez szerintem egy nem lefutott kör én számomra, de iszonyatosan nehéz elhagyni egy ilyen inspiráló közeget, ahol az ember már csak-csak elért dolgokat, és hogyha külföldre megy valaki, akkor az mindenképpen egy újrakezdés
és egyfajta lefokozás szakmai, meg egzisztenciális értelemben. Ez nagyon-nagyon nagy bátorság kell, nagyon nagy elszánás, úgyhogy hát ez nem egy sétagalop. Rövid utolsó kérdés, több is maradt természetesen, de hogy mikor lesz elérhető a nyersanyag valahol? Már most vagyunk egyfajta szinte politikusi országjáró körúton, mert több tucatnyi ilyen műfház, meg filmklub érdeklődik iránta, úgyhogy most hétvégén is megyek, jövő hétvégén is megyek, és aztán utána júniusban egy csomó lesz, és ha minden igaz, júliustól fent lesz az egyik legnagyobb streaming szolgáltatón Magyarországon, és aztán utána 2025. januártól pedig közép-kelet-európai régióban elérhető lesz. Jó lett volna még tervekről beszélni, meg jó lett volna arról beszélni, hogy nem szereted a messiás várást, nem minthogyha sokat tapasztaltuk volna az elmúlt 30 évben, tehát nem sok messiást. A várakozást azt napi szinten tapasztaljuk szerintem. Boros Martin színházi és filmrendező volt ma a Reggeli Személy. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm is. Még egyszer gratulálok a filmethez.